2016. júliusában alaposan átalakult a kéményseprés rendszere, az ország nagy részén közel 2600 településen a katasztrófa védelem vette át a kémények ellenőrzését. Ezzel szakszerűbbé is váltak az ellenőrzések, az állami számvevőszék jelentéséből ugyanis az derült ki, 2013 és 2015 között a kéménysepréssel és ellenőrzéssel foglalkozó szolgáltatók több esetben hiányosan vagy egyáltalán nem értesítették a lakosságot a kémények kötelező ellenőrzéséről, az ingatlanokon a kötelező ellenőrzési feladatokat nem vagy csak hiányosan, illetve nem megfelelően dokumentálva látták el. A változásokkal nem csak a színvonal javult, hanem az ellenőrzések is ingyenessé váltak. 2018. január 1-én további szabályváltozások léptek életbe, ezek magukban foglalják, hogy a jövőben az egylakásos ingatlanokban lakók nem kapnak papíralapú értesítést a kéményseprés időpontjáról. A családi házban élők interneten, telefonon vagy személyesen az ügyfélszolgálatokon keresztül egyeztethetnek, és a nekik alkalmas időpontra kérhetik a kéményseprést, illetve az ellenőrzési munkákat. A sormunka megszűnése azonban nem jelenti azt, hogy a családi házak lakói ezentúl elmulasztanák a kéményeik ellenőrzését, nekik is érdekük, hogy biztonságban tudhassák magukat, mondta el 35 perc című műsorunkban Dóka Imre, a Szabolcs-Szatmár Bereg megyei katasztrófavédelmi igazgatóság szóvívője. Mindenképpen meg kell tenni ezt a szükséges éves vagy két évente, ahogy beengedje a kéményseprőt és elvégezze azokat a tisztítási, fűtéscső, csatlakozási ellenőrzéseket, amelyek egy ilyen munkával járnak, hiszen az elmúlt időszakban is, az elmúlt egy évet, hogyha említem, Szabolcs-Szatmár Bereg megyében sajnos több mint 1000 kéménytűz volt. Az ellenőrzések azért is fontosak, mert így elkerülhetők a szénmonoxid mérgezések. 2017-ben több mint 20 esetben riasztották a tűzoltókat Szabolcs-Szatmár Bereg megyében ilyen típusú esethez. A szénmonoxid érzékelőket mindenképpen szerezzék be, akkor is, hogyha rendben van a tüzelő-fűtő berendezésük, hiszen az elmúlt két hónapot is, ha említem, három olyan eset is volt Szabolcs-Szatmár Bereg megyében, ahol bebizonyosodott, hogy ezek az érzékelők életeket mentettek. A fogyasztóvédelem honlapján az érdeklődők tájékoztatást kaphatnak a tiltott, illetve ajánlott készülékekről. Ezt vásárlás előtt mindenképp érdemes áttekinteni, mert a hatósági vizsgálatok szerint a magyar boltokban kapható szénmonoxid érzékelők többsége nem vagy csak később jelzi, ha nagy a baj.